szeretnénk, hogyha ezen az estén, a Centrál Pódium mai estén, amelynek sorozatszerkesztője vagyok, jól éreznék magukat, hiszen meghívtam mai estére Lukács Sándor, számtalan díját nem sorolom fel, de Kossuth díjas színművész, a Halhatatlan Társaságának tagja, és hogy érdemes és kiváló művész, ezt mindnyájan tudjuk, hogy Kazinczy díjas, ezt is tudjuk, és örülünk, hogy itt van most körünkben. És hogyha kényelmesenül mindenki, akkor engedjék meg, hogy én is helyet foglaljak, és elkezdődjék ez a mai beszélgetés. Kedves Lukács Sándor! Ezer éve ismerjük egymást. Van egy jó technikus, hogy beállítja, ez volt a hangpróba, a mikrofonokat. Ezer éve ismerjük egymást, és valóban nagyon hálásan köszönöm, hogy itt vagy most körünkben. Nagyon nehéz volt az időpontot egyeztetni, ez majdnem olyan mondat volt, mint amikor a zsűri azt mondja, hogy nehéz meghozni a döntést a szavaló verseny után. Valóban nagyon nehéz volt ezt az időpontot megtalálni. Kettő szabad estéje volt Lukács Sándornak. Ezt választotta, ezt a mai estét, hogy itt legyen körünkben. Mivel ő kiváló, a díjakat mindjárt ismerjük, színművész és költő, ezért egy rövid megbeszélés során az imént elfogadtattam veled, hogy előbb a versmondásról kell-e a vers ma a 20.-21. században, mint színművész, mint előadó művész a versek világában remekül otthonosan mozgó Lukács Sándor válaszát várjuk erre, és majd a beszélgetés második részében pedig Lukács Sándor, a költő szólal meg, beleegyezett ebbe a felosztásba. Kezdjük akkor az elején. Nem mindenki szeret verset mondani vagy felolvasni általános iskolás korában, de Miskolcon születtél, és Miskolcon a Bársony János általános iskolába jártál, és egy nagyon érdekes történeted van negyedikes korodból. Ezt szeretném, hogyha megosztanád velünk. Ez volt az első úgymond felolvasásod, hangos könyv, úgymond próbálkozásod az iskolában. Igen, ez egy abszolút hétköznapi kis történetecske. Tényleg 9 éves voltam, 3. vagy 4. osztályban jártam, és a olvasás óra volt. A tanítónéni Móra Ferenc egyik tüneményes kis novelláját, meséjét, a Kincskereső kisködmönt olvasta éppen nekünk föl. Amikor egyszer csak benézett a Pedellus bácsi, és azt mondta, hogy tanítani, tessék szívesen kijönni, mert az igazgató úr hívja. Kérem, mondta, a tanítónéni Kati néninek hívták, emlékszem, Écei Kati néni. Körbenézett az osztályon, és valahogy valamiképpen megakadt a szeme rajtam, és azt mondta, hogy Lukács Sanyina, gyere ki, és amíg visszajövök, addig olvasd, folytasd, amit én elkezdtem. Na most hát ugye az 50-es évek eleje, hát akkor még nem voltak koedukált osztályok, egy tiszta fiú osztályban jártam. Hát elképzelhetik, hogy milyen hangulat volt, mikor kiment a tanítónéni. Elkezdett csúszlizni, egymás fejét ütötték, egy őrületes nagy fölfordulás tett az osztályba. Én remegő lábakkal kimentem, nem voltam az a fiú, aki a szünetben akit körülállnak. Én is a körülállók közé tartoztam, tehát, és hallgattam a nagy csibészeket, a vagányokat, akik az akkori sztoriaikat mesélték nekünk. Hát most kimentem ugye is, hát elkezdtem folytatni a Móra Ferenc novellát. Sanyi, álltál, vagy pedig leültél? Álltam. Hogy mondják ezt? A katedrára feltettem, és az asztal mögé jöttem, ahol a tanítani. Álltam, kicsit remegett a térdem, és mondtam ebbe az őrületes hangzavarba, és hát ez egy örökkévalóságnak tűnt nekem, de egy olyan
négy perc múlva azt vettem észre, hogy kezd ez a zaj csitulni. Aztán szinte teljesen csönd lett. Te fölmertél nézni a történetből? De éreztem a fülemmel. Hát nem kellett azt fölnézni, hogy csak... Jó, csak azért kérdeztem, hogy mertél-e tekinteni a papírból. Azért fölnéztem. És még a legnagyobb gazfickók is ott a hátsó padokban elhallgattak. Úgyhogy ez... És akkor még egy jó 5 percig nem jött be a tanítónéni, és ez valami olyan fenséges érzés volt, akkor persze nem tudtam ilyen pontosan levezetni ezt magamban, de azt, hogy rám még a legnagyobb gazfickók is figyelnek, le tudom kötni a figyelmüket, úgyhogy szerintem tudatalatt, titokban vagy nem titokban ott dőlt el, hogy én színész leszek. Mert hetekig ennek a mámorában éltem, és valóban ezek után aztán elkezdtem szavalgatni, megbíztak de ünnepélyeken, versekkel mondtam. Emlékszel arra, hogy mi volt az első vers, amit rád bíztak, mármint közönség előtt, amit elkezdtem? Nem, csak úgy kérdeztem. De arra viszont olvastam, hogy határozottan emlékeztél, hogy édesapád miket tanított neked, aki filmrendezőnek készült, de nem lett filmrendező, hanem az erdészeti vállalatnál dolgozta. De mit tanított neked? Hát nem is inkább tanított, hanem esténként olvasott fel. Apám egy hallatlan, türelemmel megáldott, higgadt, nyugodt, bölcs, és egy nagyon szeretnivaló ember volt, nem csak azért, mert az én apám, objektíven is ezt mondanám róla. És hát ugye kötött munkaideje volt, reggel 8-ra ment dolgozni, és 4-kor mindig hazajött, és tulajdonképpen 4:30-tól lefekvésig tartó idejét azt nekem áldozta, velem töltötte, sőt nem csak velem, hanem a kis haverjaimat, barátaimat ugye meghívta, volt egy nagy udvarunk, csinált focipályát, nekünk ott falra rá volt a kapu festve, volt magasugró, hogy mondják ezt, homok, minden, szóval súlylökő, focilabda, tehát egy hatalmas társadalmi életet teremtett mag nekem és a kis haverjaimnak. És aztán este fürdés után természetesen a ágyam mellett Petőfi ugye, tüzesen sütött le a nyárinak sugára, János Vitéz, Arany János, Rózsa és Sibolya, és a Toldit is ezeket olvastam. Aztán később a Szondikét, és úgy nagyjából úgy a történetet is úgy megkönnyítette, ahol volt egy kis nehézség, úgyhogy én nagyon korán ránevelt engem erre a csodálatos magyar írára. És a felső tagozatban, tehát nem emlékeztél arra, hogy milyen versekkel álltál ki, de Miskolcon kezdtél középiskolába járni, 16 éves korodig ott éltél. Milyen középiskolába jártál, milyen típusban? Hál' Istennek egy nagyon erős középiskolába, a háború előtt a Fráter György gimnáziumnak hívták, háború után a Földes Ferenc gimnázium lett. Milyen volt a magyar tanár? Nagyszer, Pápai Sándornak hívták, híres magyar, megyében tisztelték és szerették. Nekem az volt a szerencsém, illetve annak a korosztálynak, az én korosztályomnak, hogy azokat a, hogy is mondjam, csak háború előtt valamilyen módon ugye, deklasszált, vagy valami miatt üldözött az új rendszernek, a Rákosinak nem megfelelő hozzáállású ideológiai tartalmakkal rendelkező tanárokat. Nagyon szép. Ugye lefokozták, sok egyetemen tanító tanár is, ugye szétküldték őket a középiskolákba. Hát ez a Pápai Sándor is egy ilyen figura volt, a Sanyi bácsi, aki, ha jól tudom, a Debreceni, vagy ha jól emlékszem, a Debreceni Egyetemen tanított. Tehát a Prókai is, például a kémia tanárunk, az is egy egyetemi tanár volt, csak hát vagy túl vallásos volt, vagy nem lépett be a pártba, a jó Isten tudja, hát volt ott indok elég, meg ki is találtak, mint tudjuk. Szóval engem ez a pápai tanító hallatlan kultúrát, mondanom sem kell, hogy nem csak a tananyagot tanította,
hanem a saját repertoáriát adta elő nekünk, sajátos ízekkel, nagy-nagy tapasztalattal, műveltséggel. Úgyhogy tulajdonképpen még azok a kis osztálytársaim is, akik természettudományos, másfajta, úgynevezett reál pályákra készülődtek, mérnökök lettek, biológusok, stb. Még azok is írtak verseket. Mindenki írt verset. Csak hát a normálisabb, a kinőtte, én nem nőttem ki. Na erről még szó lesz, erről a versíró szenvedéről, de 16 éves korodban egy óriási változás történt a életetekben, mert ahogy így nemes egyszerűséggel fogalmaztál egy interjúban, édesapádat kirúgták az állásából, és Zamárdiba költözte. És hogy te hol folytatod a tanulmányaidat, a Siófoki gimnáziumban, vagy ott maradsz Miskolcon, szóval nagy kupaktanács, családi kupaktanács szólt erről, de volt szerencsédre egy olyan nagybátyád, ha jól olvastam, aki azt mondta, hogy a gyerek színésznek készül, hát menjen Pestre. Hát, jól olvastam? Igen. Még azért ennyire pontosan nem készültem akkor színésznek, kacsingattam vele. Szegény apámnak az volt a vágya, hogy a TF-re, a testnevelési főiskolára menjek, mert elég ügyesen sportoltam. És hát ugye az egy nagyon egészséges, jó dolog, ha valaki a sporttal foglalkozik. De azért már tudták, hogy elnézést, úgy látszik, száraz a levegő. Egy porszem szemtelenkedik a torkomba. Na, hol hagytam abba? Ja, igen. És akkor apámat ez a Bedő Tibor nevű, volt egy edénygyári munkás, nem az a baj, hogy edénygyári munkás volt, mert nagyon sok rendes edénygyári munkás is van, meg volt. Ez volt, mint pártvonalon a keletbüki erdőgazdaság igazgatója. És apám egy, hogy mondjam, egy abszolút, egy úgynevezett régi vágású, konzervatív, inkább egy jobboldali úriember volt, elég vallásos is volt, stb. Nem tetszett neki, irritálta, kirúgta. És akkor fővárosi tanácsnak volt Balaton-Zamárdiba egy nevelő intézete, nevelő otthona, ha jól tudom, még mindig van. És ugye, mivel anyám tanárnő volt, apám számokkal, gazdasági vonalon dolgozott újítási előadóként, úgyhogy sikerült elintézni, hogy apám lett ennek a nevelő fővárosi tanács tulajdonában lévő nevelőintézetnek a gazdasági igazgatója, anyám pedig visszatért régi állásához, és tanított. Én pedig Budapestre kerültem kollégiumba, a Reviszki utcai belvárosi kollégiumba, a múzeumban. És mely gimnáziumban? A Volt Ludovikába. Ami benn jó. Igen, akkor még a Kumbéla térnek hívták, igen. Ugye, most már nem az a neve. Most a hajót a Közszolgálati Egyetemre. Igen. Alfamozi mellett. Úgyhogy én ott érettségiztem a második emeleten. A Benn József gimnáziumban. A Benn József. Van itt valaki, aki a Benn József gimnáziumban járt? Ó, Simusd a Gabi. Adok egy húzit neki. Már nézszerek, csak nem mertem. Én erre készültem. Osztálytársam. Tass! Ilyen csinos osztálytársam. Büszke vagyok. Na, milyen meglepetés. Igen, ez tényleg meglepetés. Készültem, igen. Készültünk így együtt. Tehát ott érettségiztél, ott mondtál verset, versmondó versenyeket? Hát elég sokat mondtam, hogy dr. Hajdók János volt a magyar tanárunk, ő maga is írogatott verseket, soha nem felejtem el, amikor az Erzsébet hidat átadták, akkor mi harmadik vagy negyedikesek voltunk, már nem emlékszem pontosan, de akkor a Hajdók tanárunknak jelent meg egy verse, vagy az Újírásba, vagy a Kortársba, Ezüst antennák címmel. És ez az új Erzsébet híd, megállított emléket ez a vers, hát csak mondom, eszembe jutott, úgyhogy... És milyen verseket mondtál a versben? Hát nagyon változatos. Volt egy ilyen kis önképzőköd, irodalmi klubot lent az alapsorban, és ott azt hiszem szombatonként, minden szombat este volt irodalmi estek, és akkor hát vagy a tananyaggal kapcsolatos anyagok, vagy
ő összeállított hol magyar, hol külföldi költők műveiből. Tehát mindig szerintem nagyon szimbólikus kis esték voltak, és nagy érdeklődés volt, mindig tele volt az a kis terem. És akkor már elmondtad Aditól a Góg és Magógot? Hát igen, igen. Akkor most is elmondod? Hát... De azt ő kell állni, nem? Tedd azt. Adi Endre, Góg és Magóg fia vagyok én. Hiába döngetek kaput falat. Mégis megkérdem tőletek, szabad-e sírni a Kárpátok alatt? Verecke híres útján jöttem én, fülembe még ős magyar dalrival. Szabad-e Dévénynél betörnöm új időknek új dalaival? Fülembe forró olmot öntsetek. Legyek az új, az énekes vazúr. Ne halljam az élet új dalait. Tiporjatok reám, durvá, gazul! De addig sírva, kínban, mit se várva, mégiscsak száll új szárnyakon a dal. S ha elátkozza százszor puszta szer, mégis győztes, mégis új és magyar. 10 pont. 12-t lehet közel. Köszönjük szépen, hogy elmondtad. De akkor már színésznek készültél, úgy gondolom. Középiskolában, igen. Igen, akkor. Színésznek készültél, és hogyan érintett az, hogy körülbelül 3-szor utasítottak el a főiskolán, és 4-szerve vettek föl? Hát mindig az vigasztalt, hogy a Stankait meg a Halman Pétert is 4-szerve vették föl. Együtt mentetek felvételi? Nem. Azt hittem, hogy már jól azért is őket pici. Piciben öregedtek. Ja, bocsánat. Szegény Pista, Stanka, Isten nyugasztalja, ő már ugye nincs is köztünk. Igen. De hát ugye hallottam, hogy ugye nem mindenki. Meg volt sok olyan, akit elsőre fölvettek, és már a nevüket nem tudja az ember, már nincsenek is a pályán. Ez egy megfoghatatlan dolog, én mindig elmondtam már, meg barátokkal is beszélgetünk arról, hogy a művészi teljesítmény az nem konkrét. Tehát egy mérnök, hogyha tervez egy hidat, vagy egy épületet, és az statikailag megfelel, esztétikailag is szép, jó néz ki, stb. Hát azt meg lehet ítélni, meg lehet fogni, tapintani, be lehet lakni, tehát konkrétan használható, megítélhető. És ez az úr, ez az ember, ez a mérnök ember az életben lehet egy elnézést a jelzőért, egy szemét pasas is, de a teljesítménye az értékelhető és konkrét is el lehet ismerni. Igen. Most nálunk ez nem így van, mert én elmondom ezt az Adi verset például 100 embernek, és akkor megkérdezik, 50 azt mondja, hogy nekem nem tetszett. Miért így? Csak valahogy nem jöttek. Másik 50, hát ez a Lukács zseniál, isteni. És az ember szegény Rutkaitól, Évától tanultam ezt, hogy tanult meg, hogy minden este azért a másik 50-ért küzdünk, hogy a másik 50-ből is estéről estére magad mellé tudj állítani embereket, és meg tud nyerni. És ez így van. Arra emlékszem, hogy az első felvétel, tehát repertoárt kellett vinni. 10 vers, 5 monológ. Vagy 15 vers és 5 monológ. Az 10 vers, 3 monológ, igen. Fel emlékszik már. Nem baj, nem a számok az érdekesek most, hanem az, hogy arra emlékszel-e, hogy minden egyes felvételidre melyek voltak azok a versek, amiket elvittél? Hát tudom, hogy a Nagy Lászlónak, hát akkor volt óriási, ugye Juhász Ferenc, Nagy Laci, 60-as évek végén, igen. 70-es évek elején, hát 60-as, 65-ben érettségiztem, ugye, akkor érettségiztünk. És itt 60, van egy tanú. 5, jó, van egy segítőm. És akkor volt tényleg a fénykora a Nagy László Juhász Ferenc párosnak, meg még egy csomó olyan költőnek, akiket ma már nem nagyon használnak, idézőjelben. Szóval Nagy Lászlónak a Forró szél imádata című versét, azt mind a 4 felvételén vittem.
emlékszem, akkor óriási népszerűségnek örvendett a Váci Mihály nevű költőnk, ugye a nyíregyházi születésű Szabolcsi Váci Mihály, aki nem azt mondom, hogy Vörös Sándori nagyságokban élt, de őszinte tisztán volt, és a élete vége felé egy, a bürokráciát, hogy is mondjam, csak kezdte kritizálni, és volt egy-két egész kritikus verse is, bár nagyon ugye az állampárt a kegyeibe fogadta. Neki volt egy verse, az Ezt itt most című vers, ami szerintem a legjobb verse Vácinak, és olyan vers, azt hiszem, ami amíg itt ezen a 92 négyzetkilométeren ember, magyar ember fog élni, ez mindig aktuális lesz ez a vers. Ez az Ezt itt. Most ezt is mondtam. Mind a négy alkalommal. Erre a kettőre emlékszem. Ezt vittem mind a négyszer magammal a felvételre. A Váci Mihálynak ugye, meg Simon István. Simon István. Igen, a Nem elég, meg a Még nem elég. Című versei voltak abszolút ilyen szavaló verseny, a favorizált versei. Volt a Garai Gábornak az Artisták. Igen. Nagyszerű versek voltak ezek, és valóban az aktualitásuk is többnyire megszólít ma is embereket. Nem csak azokat, akik abban a korszakban éltek, hanem hát ugye a költészet mégiscsak örök. Milyen monológokat vittél? Egyet legalább. Emlékszel valamelyikre? Emlékszem akkor, mint Fellépti Díjas segédszínész, magyarul statiszta, csak egy sokkal szebben az összehet szó. Igen, ez volt beírva a személyen. Fellépti Díjas segédszínész. Próbáltam egy kicsit a könyökömmel a segéd szót úgy egy kicsit halványabbá tenni, és alig vártam már, hogy egy rendőr igazoltasson, és én megnézze, hogy én mivel foglalkozom, emlékszem, mert voltam 19-18 éves. Ez a Tália Színház. A Tália Színház, ami akkor a Kazimír egy nagyon érdekes, jó értelemben progresszív színházat csinált. Például ott láthattad Latinovicssal, a Mário és a Varázsló. Nem csak láthattam 40-szer, a közvetlen közelében jelen lehettem, volt egy mondatom benne. Bizony. Harmadik Sinedert játszottam. Mi volt a mondat? Ki volt a plakátra? Elég! Egy bővített mondat. Nagyon jó. Ez volt, igen. Szóval a Kazimír egy jó, hogy ez izgalmas színházat csinált, és ott akkor ment a Sartre-nak az Ördög és a Jóisten színdarabja, és akkor az egzisztencializmusát az egy szitok szóval nem lehetett. Nem létezett. A célék nem lehetett. A nagyvilág már néha-néha hozott egy-két Simone de Beauvoir és egy-egy Sartre Camus dolgot, és valahogy a Kazimír, mert akkor a Budapest Pápbizottságnak volt a tagja, elintézte, hogy egy Sartre darabot bemutasson. És az Ajtmatovot is bemutatta. És Ajtmatovot is, sőt, a Fejes Rozsda temetőjét is, ami akkor egy... Horváth Terivel. Bizony, Szabó. És abba is szerepeltél? Abba is. Mit mondtál? A Somogyvári Rudinak voltam a segédtisztján, emlékszem. Hát, hogy már a monológomra nem emlékszem, de körülbelül ilyen volt, mint az előző. Kicsit rosszabb volt a mondat. Tehát nem egy szó. Nem egy szó, az már ez egy komoly szerep volt. Sőt, két mondat is volt. De nem vettek föl, tehát most nem akarok ezen itt... Nem válaszoltam a kérdésre. Az egészet azért vezettem föl kicsit hosszan, beismerem, mert kérdezted, hogy milyen monológokat vittem. Igen. Nos, a Nagy Attila játszott akkor a Kötszöt, a Ladög és a Jóistenbe, és mindig ámulattal hallgattam ezt a monológot, és azt, tehát a Szár Ladög és a Jóisten Bőgrac monológja, azt emlékszem, azt vittem. Természetesen a Hamlet monológot is vittem, úgyhogy azt majdnem mindenki viszi. Róma ott nem vitted? Nem is játszottad el, de talán nem fájt érte nagyon a szíved. Tehát ezeket vitted, de még a Tália színházbeli segédszínészi, kiváló bejegyzett állásod után a Nemzeti Stúdiójába kerültél, amikor is Major Tamás valamilyen oknál fogva létrehozta a Nemzeti Színházba a stúdiót. Hát azon oknál fogva, hogy összevezett a főiskola akkori tanári karával, valami nem tetszett az öregnek is, és azt mondta, hogy majd én csinálok egy új
színes iskola. És akkor a stúdió. Az volt a szabály, hogy aki a második felvételén is túljutott, de a harmadikon kirúgták, azok jelentkezhettek a Nemzetinek Major által létrehozott stúdiójába. És engem a harmadik próbálkozásomon már tényleg ott voltam a küszöben, a másodikon rúgtak ki, és utána bejutottam a Majorféle Nemzeti Stúdióba. Ki volt a vezetője akkor? Hát a Tamás, Major, de a Bodnár Sándor, meg a Tatár Eszter, gyakorlatilag ők, meg a Szigeti Károly kiváló koreográfus. És foglalkoztatok versekkel? Simon Zoltán volt az ének tanárunk, a Simon Zoli, az is egy megszállott, logisztikus ember volt. Igen. Tehát foglalkoztatok versekkel is, vagy ott is beálltatok? De olyannyira foglalkoztunk, hogy a nap 24 órájába lekötött minket. Te oltottad el a villanyt, úgy olvastam. Hát igen, de hát délelőtt voltak ugyanúgy, hogy mondjam, színészmesterség órák, táncórák, énekórák, és aztán minden darabba beleraktak bennünket. Úgyhogy akkor egy nagy korszaka volt a Nemzetinek. Akkor ment ugye a Mara halála, hát a bőrruhás ember tragédiája a Major rendezésében. Ott a negyedik tanuló voltam. Dicső bosszanti a filisztert. Áj, Lukács, ezt nem így mondjuk. Nem lehet ugyanúgy mondani, dicső, ahol dicső bosszanti a filisztert. És milyen igazad? Nem lehet jelzőt kétszer úgy mondani. Na hát ez nagy iskola volt, bekerültél a főiskolára. De akkor már mindent tudtál a színészetről körülbelül. Kinek az osztályába kerültél? Simon Zsuzsa. Bevallom neked, egyszer én is felvételiztem a színművészetére. Engem imádott a Simon Zsuzsa, de a második rostára anyukám eldugta a táviratot, és csak sokkal később találtam meg az előszobában a könyvek alatt. Szóval nem akarta, hogy színésznő legyek, de Simon Zsuzsa az első rosta vizsgán nagyon szeretett engem, mondtam Aditól az Azubát és az Anna Frank naplójából egy részletet, leült velem külön beszélgetni. Szóval Simon Zsuzsa egy nagyon szigorú, de jószemű igazgató is volt, Mányai Lajos felesége, közkedvelt színész felesége volt, tehát ebbe az osztályba jártál. Úgy olvastam, hogy egy véletlen folytán kerültél a Vígszínházba, melynek majdnem 50 éve tagja vagy. Tehát a Várkonyi nem első körben szerződtetett téged, hanem egy kicsit ajánlásra. Ja, úgy értem, hogy nem első kört, igen. Hát igen, ez a Sorsnak a Várkonyi Gábor különleges összejátszás, hogy a Várkonyi Zoltán, a nagy Várkonyinak a fia, a Gábor, aki velünk egykorú, ugye, volt, ő párhuzamosan egy film és tévérendezői szakra járt. És a harmadéves korában egy Párizsba disszidált kiváló román drámaírónak, a Marin Sorescu-nak a Jónás című monodrámáját szerette volna filmre vinni. És hogy nem, akkor nekem elég jól sikerült vizsgáim voltak az Odri színpadon, megtetszettem neki, kiválasztott és meg felkért erre, hogy játsszam el én a vizsga filmjében. Ez egy monodráma volt, arról szól, hogy a Jónást bekapja a CET. És küzd, hát természetesen metaforikus, szimbolikus képek sorozata, nagyon izgalmas, furcsa, szürreális jelenetek ott a stb. És egész jól sikerült, hatalmas munka volt, emlékszem, éjszakánként dolgoztunk, mert nem volt egyeztet, nem tudott másképp forgatni, mert ugye nappal főiskolai munkáim voltak, stb. Borzasztó, fárasztó, de nagyon szép munka volt. És hát természetesen az elkészültekor megmutatta a papájának. Hát hogy nem mutatta volna meg a vizsga filmjét. Úgyhogy Várkonyi Zoltán tulajdonképpen engem ott szúrhatott ki, hát volt ideje, mert egy óráig csak engem látott, és a Várkonyi valakit egy órán keresztül nézni tud, az hú, az nagy dolog. Úgyhogy ezek után oda hívott a Vígszínházhoz, mint színművészeti főiskolást,
és két év után le is szerződtetett. Nagyon gyorsan történt, fölhivatott a szobájába, de éppen készült valahol elmenni, és csak úgy közölte egy negyed perc alatt, hogy szerződtettem hány évre? Ötre? Hát az, azt hiszem az első, öt vagy hat év volt az első. De olyan mellékesen mondta, fölmentem, azt mondja, na mi van? Nem tudom, a Kent tudja nagyon jól utánozni, nem tudom, Várkonyit. Mondta, hogy hallom, hogy tegnap ott csibészkedtetek, röhögtetek ott a valamelyik kérdőtefő. Nem, tanárom, nem, de hogy is, hát nem. Dehogy nem, biztos rosszalkodtatok. Szólt nekem az asszisztens, hogy mondom, hát ezért egy kicsit, na jó. Egyébként leszerződtetlek, és kiment. Így történt. Hogy mellékesen mondta, hogy egyébként leszerződtetlek. Ez a csibészkedés, mert nem ugye ezt tudjuk, sejtjük, hogy Kern Andrással nagyon jó barátsága voltatok, és vagytok is, és ez a csibészkedés az éjszakai életetekre vonatkozott, úgy gondolom. Igen. Tehát, ott aztán csibészkedtünk, de hát a színpadon nagyon... Ott nem lehetett. Nagyokkal voltál együtt színpadon, és most nem a szerepformálás elleséséről faggatnálak, hanem közös versműsorokban is léptetek fel, tulajdonképpen a kezdetektől, azt kell mondanom. Tehát a színművészeti főiskolán, amikor már engedélyezett volt a szerepvállalás, vagy később a rádióban sokat szerepeltetek együtt, Rutka Évát említetted, aki például a fiat születése pillanatában együtt játszottatok, és elvitt téged a kórházba, hogy meglásd a kisfiadat. De versműsorokban a Benkő Gyula, léptünk föl együtt, igen. Benkő Gyulával. Akkor egy fénykora volt. Rutka Évával, Váradi Hédivel. De mint pályakezdő, a versmondás, csínyát, bínyát, hogy lested el? Hát nagyon sokat tanultam a rádióban. Akkor a Magyar Rádió irodalmi osztályának Dorogi Zsigmond volt a főszerkesztője, vezető szerkesztő, és a Bozó volt akkor, Bozó László a főszerkesztő. Fantasztikus mennyiségű. Főrendező volt. A Bozó. És minőségű produkciók, hangjátékok, versműsorok keletkeztek és jöttek létre. Nagyon sokat rádióztunk. Szinte nem volt olyan hét, hogy valamilyen műsor kapcsán nem mentünk volna a rádióba. Hát talán mi is ott ismerkedtünk, igen. A Balotában ismerkedtünk, igen. Meg. És hát először is a főiskolán túl még rengeteget, hogy mondjam, megtanultunk igazán beszélni. Meg a mikrofont használni. Hát, igen, meg mikrofonnal, meg mit tudom én, tehát Isten őriz, hogy ilyen rossz, zsémbes öreg bácsinak tűnjek föl, de például a mai fiatalokon nagyon-nagyon látszik, hogy megszűnt a hangjáték, megszűnt a rádiózás. És hát ez a beszédjükön is érződik. Pongyolában beszélnek? Hát persze. Privátként beszélek a színpadon is. Hogy is mondjam csak, hát szóval nekünk mondom, rengeteget segített az, hogy rádió hangjátékok tucatjában szerepelhettünk. Egyébként, ha már a versműsorokat említetted, az egyik legkomolyabb versműsor, akkor még ugye irodalmi színpad volt a Radnóti Színház, Szendrő Ferenc volt az igazgató, és csináltak egy József Attila estet Lebegőt címmel. És milyen érdekes a sors, két ilyen furcsa, groteszk esetem volt, hogy ez egy remek színészekkel, tehát Major Tamás, Keres, Nagy Attila, tehát kiváló Szabó Gyuszi. Tani, igen. És a major megbetegedett, a major valami, nem tudom, már a szemével volt, akkor nem tudom. A lényeg az, hogy a legnagyobb meglepetésemre a Gáspár Sanyi, az a papa volt, a Gáspár, mindegy, Gáspárnak hívták a rendezőjét, meg a Szendrő Ferenc, az igazgató, szóltak, hogy átvenné-e a Lebegőt című József Attila műsorban a Major Tamás verseit. Hát mondom, igen, hát ez
Hát persze, hát ez akkor már fiatal, hát akkor már egy diplomás színész voltam, de hát mégiscsak egy fiatal színész. Hány vers volt ez körülbelül? Hát azt hiszem 3 vagy 4, és de inkább 4. És tudtál valamelyiket ezek közül? Igen, igen, még az volt a szerencse, hogy a levegőt már akkor tudtam, meg mit tudom én, és hogy a Major Tamás, aki hát tanított, süldő gyerekkoromban is, és ugye instrukciókat, az első, életem első instrukcióit tőle kaptam, hogy most az ő helyére beléphettem. Úgyhogy ez egy nagyon nagy élmény volt számomra, és hát nagy örömmel csináltam. És elég sokat csináltam, mert aztán már úgy fölváltva csináltuk, ha a Major nem ért rá, vagy dolga volt, akkor én léptem be. A versmondásról milyen szerepben, illetve szerepben láttad a Latinovicsot közelről, és ott álltál mellette, mondtad, akár egy mondattal is, vagy egy szóval rövid, egy hiányos mondattal, de Mensárossal is szerepeltél együtt. Óriási. Versműsorban most csak Major Tamás helyett léptél be ebbe a körbe, de Nagy Attilát is említetted. Egyébként a Arany János Toldiának az előadása, Nagy Attila előadásában valami egész fantasztikus volt. Tehát, hogy mit figyeltél meg az előadói stílusokat, versmondói előadói stílusokat illetően, akár Mensárosnál, vagy Latinovicsnál? Hát különböző két ember volt. Igen. Teljesen más genetikai adottságokkal rendelkező ember, és mind a kettő nagyon intelligens volt, mind a kettő nagyon művelt ember volt. De mégis az agyuk másképp járt. Ugye Mensárosról mondták, és hogy a lehető legintellektuálisabb színész. Amit én nem nagyon szeretek, mert ez egy olyan kicsit olyan modoros, művi meghatározás, de valami van benne. És a versmondásában is ezt érezted? A Mensárosnál mindig a higgadság, a tapasztalat, az a gondolat, amit ő a versből leszűrt, és amit ő az író szerint is a legfontosabbnak tartott, azt ő hallatlan higgadsággal és szuggesztivitással az agyát használva tudta közölni a verseny keresztül. Visszafogottan, de indulatilag visszafogottan, szellemileg teljes pompájában és teljes kivirágoztatásában. Most durván fogalmazok, mert ezt nem lehet pontos. Nagyon szépen fogalmaztál. És Latinovics? A Latinovics pedig, hát eleve ő egy emocionális, az energiái legalább annyira voltak indulati energiák, mint szellemi energiák. Tehát ő ott tudott tényleg meghalni, akár egy alakítás kapcsán, akár egy adivers elmondása kapcsán. Sokan, nem sokan, páran, mert azért a 100 ember közül 80 embert leszögezett, és a széktámlá is szorított, és egyszerűen tápolódott a szájunk, mert fantasztikus estjei voltak az egyetemi színpadon, stb. Bennünket rendezett. Igen, meg elrendezett is. De nem, volt, akinek sok volt. Tehát. Radnóti estet rendezett velünk, de. És igen, az egyetemi színpadon, és ez óriási élmény volt számomra. De a Latinovics, ugye volt egy-két olyan ismerősöm, aki nem bírta, olyan erővel közvetített dolgokat, akár hanggal, akár gesztusokkal, akár mimikával, hogy bizonyos emberek soknak tartották. Volt benne igazság, de amit a Latinovics elkapott, az hát borzongatóan szuggesztív volt. Igen. A versmondással kapcsolatban nagyon tetszett az a mondat, amit mondta, hogy mértékkel, tudom, egy hangyányival se többet adjunk bele, mint amennyit a vers megkíván. De az Zolinál azért volt ez elfogadható, mert ő emberileg is ilyen volt. Ő magánéletben is ilyen volt. Nem tűnt megjátszásnak, vagy nem tűnt, hogy mondjam, rátevésnek. Mert ő ilyen ember volt. Egy impulzív ember volt. És ilyen volt a versmondása, meg a színészete is. Na most
csak mondom, mert sokan ugye rátesznek, meg ráerősítenek. Azt hiszem, hogy nem csak a versmondás, hanem a színészet lényege is az, hogy a természetesség. Úgy mond a verset, meg úgy játszd a szerepet, mintha az életben lennél. És akkor hiteles légy. A közönség, a néző fogadjon el, mint egy embert, aki megnyilatkozik éppen vers elmondása kapcsán, vagy éppen szerepeljátszása kapcsán. Ez a titka a dolog. Teljesen igazad van. Egyszer Gera Zoltán, aki művészszínész volt, és az első önálló estemre készültem, beült az egyetemi színpadra, és azt mondta, meghallgatta, egy spanyol-latin-amerikai estet tartottam, mert García Lorca osztályba jártam, de nagyon szeretem a verseit, hogy ne nézzen a közönség feje fölött el, úgy a messzibe, mert fogják imádni, mint papnőt, aki igét hirdet, de nem az a dolga, hanem ez, amiről te beszélt, hogy emberileg közel hozza azokat a gondolatokat, amelyeket közvetít az éppen színpadon álló. De a versmondással kapcsolatosan 2007-ben belelapoztunk egy naplóba, amit majd alá is írsz, de még ez soká lett. A vers az, amit mondani kell című televíziós műsorban vendég voltál, és most felfedeztük, hogy tulajdonképpen ez 13 évvel ezelőtt történt, és az is februárban volt, az 10-én, most pedig 18-a van. Tehát a versmondással kapcsolatos gondolataidat ott is megosztottad, a akkori eltés tanítványaim ültek a közönség soraiban, és verseket is mondtak. És most tőled kérném, hogy mondd el azt a verset, amit egy egyetemista tanítványom mondott akkor, méghozzá Szabó Lőrinctől az Ima a gyermekekért című verset. És te bíráltad meg az előadását. Fák, csillagok, állatok és kövek, szeressétek a gyermekeimet. Ha messze voltak tőlem, az alatt eddig is rátok bíztam sorsukat. Én hozzám mindig csak jók voltatok. Szeressétek őket, ha meghalok. Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, szeressétek a gyermekeimet. Te homokos, köves, aszfaltos út, vezess okosan a lányt, a fiút. Csókolt helyettem szél az arcukat. Fű, kő, légy párna a fejük alatt. Kínáld őket gyümölcsel, almafa, tanítsd őket, csillagos éjszaka. Tanítsd, melengesd te is, drága nap, csempészd zsebükbe sökörű aranyat. S ti mind, élő és halott anyagok, tanítsátok őket felhők, sasok, vadvillámok, jó hangyák, kis csigák. Vigyázz reájuk, hatalmas világ. Az ember gonosz. Benne nem bízom, de tűz, víz, ég és föld igaz rokonom. Igaz rokon, hozzátok fordulok, tűz, víz, ég, föld leszek, ha meghalok. Tűz, víz, ég, föld. S ti minden istenek, szeressétek, akiket szeretek. Köszönjük szépen. Még választottál verseket, amelyeket elmondanál. Kicsit Petőfiről beszélj. Miért volt fontos neked, amikor kérdezel, hogy milyen verseket mondasz el, 19. század, ugye a mindenkori forradalom és szabadságharc jelképe Petőfi, alig 26 évet élt költő,
valóban, de mondtad, hogy Petőfitől te a dalaimat szereted. Ezt például a főiskolára vitted annak idején? Mikor kezdtél foglalkozni ezzel a verssel? Nagyon régen, de látod, erre már nem emlékszem, hogy ez a repertoáromon volt-e akkor. Lehet. Azt hiszem nem, de inkább nem. Ez később kezdtem el foglalkozni ezzel a verssel, még pedig azért, nagyon egyszerű oka van, mert hívtak nagyon sokszor, meg most is hívnak még ilyen március 15-ei ünnepségekre, és ott ugye majdnem mindenki a nemzeti dalt mondja, és találtam egy olyan verset, ami hát amiben ugyanúgy benne van a vágy, a robbantása, a forradalomra, ez a dalaim című vers, hogy nem mindig annyiszor, most ezt nem a nemzeti dal ellen mondom, ezeket a mondatokat, csak hogy legyen egy varietas delectat, mondja a művelt orosz társadalom. Elmondod ezt a verset? Poénkedvé, rossz poénkedvé. Nem volt olyan rossz, szóval elmondod ezt a verset? Hát remélem nem sülök bele. Petőfi dalaim. Elmerengek, gondolkodva gyakran, és nem tudom, hogy mi gondolatom van. Átrepülök hosszában, hazámon, át a földön, az egész világon. Dalaim még ilyenkor teremnek, holtsugári ábrándos lelkemnek. Ahelyett, hogy ábrándoknak élek, jobb volna talán élnem a jövőnek, s gondoskodnom. Ej, miért gondoskodnám? Jó az Isten, majd gondot visel rám. Dalaim még ilyenkor teremnek, pillangói könnyelmű lelkemnek. Ha szép járnyal van találkozásom, gondomat még mélyebb sírba ásom. Mélyen nézek a szép jány szemébe, mint a csillag csendes tóvizébe. Dalaim még ilyenkor teremnek, vadrózsái szerelmes lelkemnek. Szeret olyan, iszom örömben, nem szeret, kell inni keservemben. S a pohár, s a pohárban borban, tarka jókedv születik meg ottan. Dalaim még ilyenkor teremnek, szivárványi, mámoros lelkemnek. Ó, de még a pohár van kezemben. Nemzeteknek keze van bilincsen. S amilyen vég a pohár csengése, olyan bús a rab bilincs csörgése. Dalaim még ilyenkor teremnek, fellegei bánatos lelkemnek. De mit űr a szolgaságnak népe? Mindenkem kír föl, hogy láncát letépje. Arra vár, hogy Isten kegyelméből azt a rozsdarág belekezére. Dalaim még ilyenkor teremnek, villámlási harkos lelkemnek. Igen, azt gondolom, hogy a költészet, a költő, mond utóélete kultusza, ilyen előadással, mint most a dalaimat, hogy meghallgattuk, örökérvényű. Versek nagyon fontosak valóban, mindnyájunk számára, még azok számára is, úgy gondolom, egy-egy ilyen beszélgetés után talán többször lesznek le verses kötetet, és olvasnak bele egy-egy hajdan kedvencük kötetébe, vagy egy-egy verset fölidéznek, amit tanultak a iskolában, általános vagy a középiskolában, mert valóban a versben megszépülnek a szavak. A versben megszépülnek a szavak, és a költői képek, amelyek ilyen előadás során
a vers mindenkinek nézve, ezt a műsort nézve, és jó előadókat nézve, hallgatva, hát megszépül a lelkük is. És talán a mindennapi fáradtságból is könnyebben állnak talpra. De a vers választásaidban egy olyan nehéz sorsú költőt is úgy gondoltál, hogy megidézel itt nekünk, aki nem a fájdalmáról adott, minden napi fájdalmáról, elkeseredettségéről és rettegéséről adott számot, még hogyha Abdán vagy Bori Notest, hogyha elő ásták és megtalálták a zsebében a költőnek, hanem ó, tarts ki addig lélek, védekez, sorait hagyta ránk, vagy nagy szárnyadat borítsd ránk, virrasztó éj felleg. Miért még Lukács Sándort a költő szólaltatom meg, ezt a Radnóti verset, ha elmondanád. Hát eléggé... Amit választottál. Ketté osztott és jelenlegi társadalomban azt hiszem, hogy rendkívül aktuális ez a vers. Himnusz a békéről. Te tünde fény, futó reménység vagy te, forgó századoknak ritka béke. Zengő szavakkal s egyre lelkesebben szóltam hozzád, könnyű léptű béke. Szólnék most újra, merre vagy? Hová tűntél a télből, mely rólad papol, s acélt fenn szívek ellen, ellened? A szőlő szemben alszik így a bor, ahogy te most mi bennünk rejtezel. Pattanj ki hát! Egy réges-régi kép kísért a dallószájú boldogokról. De jaj! Tudunk-e énekelni még? Ó, jöjj el már, te szellős március! Most még kemény fagyokkal jön a reggel. Diderlő erdők anyja téli nap. Lehelt be zúzos fáidat meleggel, s állj meg fölöttünk is, mert megfagyunk. Mert háborúk bezselte télben itt, ahol az ellenállni gyönge lélek tanulja már az öklök érveit. Nyarakra gondolunk, s hogy erdeink majd lombosodnak, és bennük járni jó, és kertjeinknek sűrű illatában fájának ad a hullni kész dió, s aranynapoknak alján pattanó labdák körül gomolygó gombolyak, gyereksereg visong, s a rétegen zászlós sörényű, csillogó lovak szárgódanak a hulló nap felé, és fejünk fölött majd surrog és csipog a fecskefészek törzsötét eresz. Így lesz. Így. Mert egyszer béke lesz. Ó, tarts ki addig lélek. Védekezz. A lélek, amikor hogyan védekezik, úgymond átvitt értelemben, egy nagy szerep megformálása után most is jelentős feladatait vannak a Víg Színházban, illetve a Pesti Színházban, játszol Spiró darabban, de játszol Molnár Ferenc darabban, Kertész Imre Kadissát is elmondott. Egy-egy ilyen nagy előadás után, hogy hazamegy, és régebben ez úgy volt, emlékszem rá, amikor mesélted akár a pagodába, akár utazások közben, hogy leülsz a konyhába, akkor még máshogy laktatok,
Leülsz a konyhába egy pohár borral, és verset írsz. Most hogyan születnek a verseid? Tudom, hogy már 9 éves korodban verset írtál, a Zászlók című verset, amikor 56-ban, most már ugye forradalom, 56-ban a munkások vonultak ott Miskolcon, az ablakotoknál, és mondták, hogy gyere le, persze nem mehettél le, de megírtad a Zászlók című versedet, ez volt az első verset. Aztán írtál verseket, és finoman utaltál erre, középiskolás korodban is, az önképzőkörben bizonyára felolvastad, de a minap láttam a televízióban Erdei Grünwald Mihállyal folytatott beszélgetésedben, előhúzott egy versedet, 1966-ban írtad a házasság kötésük emlékére, Magyari Beck Anna a felesége Erdei Grünwald Mihálynak, egy nagyon jó vers volt, azt föl is olvastad. Tehát versírással foglalkozol, de kik indítottak el később, most értem ez alatt már a felnőttebb korodban a poézis irányába, kik voltak, akik úgymond divatos szóval azt mondjuk, hogy mentoraid? Igen, hát ezt is a rádiónak köszönhetem tulajdonképpen. Lator László, ugye a kiváló poéta doktuszunknak és nagyszerű irodalmi lény, én csak így hívom a Lator Lacit. Ő neki volt a Fiatalok Stúdiója című rádióműsora, ahol épp a legerőteljesebb, legtehetségesebb, legjobb fiatal magyar költők versei hangozhattak el minden héten a rádióban. És valahogy megszeretett engem a Lator is, egy törzs vendége lettem a műsorának, és már másfél éve rendszeresen jártam, és nagy örömmel csináltuk ezt a műsort, amikor emlékszem, több éjszakán is gondolkoztam, hogy kéne szólni, mert nagyon barátságba kerültem a Latorral, és meg kéne mutatni, el kéne árulni neki, hogy én magam is, jó magam is írok verseket. És hogy megmutatod neki. És megmutatod neki. Hát aztán egyszer csak elhatároztam magam, és egy felvétel után az a megtiszteltetés ért, hogy a Kupecki utcai lakásába fölmehettem, és vittem magammal az ópuszokat. És hát a legnagyobb megkönnyebbülésemre az volt az első mondata, szigorúan a szemüvege mögül, ezek nem dilettáns versek. Na, ez egy nagy dicséret volt. Óriási dicséret, úgyhogy vannak köztük gyengébbek is, de nem dilettáns versek. Úgyhogy ez olyan erőt adott nekem, hogy természetesen kicsit megsokszorozta az illetemet, hogy ilyen hülyén fejezzem ki magam. De a Lator Laci még javasolt valamit, azt mondja, van egy fantasztikus költőnk, úgy hívják, hogy Kálmoki László, aki kifejezetten szereti a fiatalokat, nagyon helyes, kedves ember, és hát javaslom, hogy a Laci bácsinak is mutasd meg a verseidet, hogy legyen még egy olyan mentor és aki segít, meg nem tudom. Hogy egy picit behelyezzük Lator Lászlót, aki irodalomtörténészként, és az erotikus versei pedig fantasztikusak, de nem nagyon ismerjük őket. Kálnoki László a Nyugat harmadik nemzedékéhez tartozott, Radnóti, Vörös Sándor, Kaposvár, Vas István, Zelk Zoltán, Takács Gyula, Kaposvárról, Kis Tamás, Debrecenből, tehát ez a társaság volt az övégé, Kálnoki László. Sőt, még Nemes Nagy Árnes is. Újholdas volt, de... Újholdas, de korban stik. Körülbelül, igen. Tehát ez a nemzedék volt, és ez az egymás irodalomba besegítő nemzedék volt. De az IY, nagyon ismert Vörös Sándornak a harmadik nemzedékről írott nagy verse, mert Szerb Antal is és Halász Gábor is kritikákat írt erről a nemzedékről. Kálnoki ott Egerben élt, kiváló tollú volt, és a költőtársak is szerették. De úgy láttam, és én hoztam be, hogy hoztál egy Kálnoki László kötetet, mert mégis
olyan mentorod volt, hogy az 1985-ben, az Ésben megjelent verseidet ő vezette be, és azt mondtad, hogy tőle szeretnél egy verset felolvasni, mint mentortól. 85-ben publikáltam először a akkori 85-ös Élet és Irodalomban, és egy teljes oldalon jelentek meg először a verseim, és a Kálnoki László írt Arc bukik föl az árból címre, nagyon szép bevezetőt, egy előszót, ajánlást a verseim elő. De nem csak pont ezért, mert ő írta, hanem egyáltalán az első kötetem a Magbetű kiadónál a Szökés című kötet volt 85-ben, igen. Hát ebben a kötetnek a szerkesztésében is nagyon sokat segített, és egyáltalán meghatározó személyiség lett az én költői pályámon. Fantasztikus beleélő képessége, empátiájával, kommunikatív képessége, nagyszerű kis ember volt. Olvassam fel akkor ezt a... Igen, azt mondtad, hogy szeretnél Kálnokitól egy az verset. Egyik legutolsó, hanem a legutolsó verse ez. Nem egy vidám vers. Igen, ez is példa, hogy a verset állva mondjuk. Az a címe, hogy ha arra gondolok, miféle ismeretlen szellemekkel kötöttem szerződést, velük miféle áldomást ittam közös kehelyből, miféle ismeretlen folyadékot, milyen gyanús ízű folyadékot kellett felhajtanom, talán mérget, talán az örök élet italát. Ha arra gondolok, hogyan jártam mezitlába szakadék fölött borotva élen, ha rájuk gondolok, akik sosem láthatják arcomat, csak rossznál rosszabb képeim sorát különféle versantológiákban, ha arra gondolok, hogy nyugszom majd örökre, s valaki megtalálja véletlenül a múltba vezető titkos ajtót, s rám bukkan, és fölébreszt, tudom, keserűbb lesz akkor a végső óránál is az ébredés. Amikor gátját áttöri a vérzúgat a zuhataga ereimben, mikor levázom magamról a sírporát, előre arra gondolok, milyen lesz az elfelejtett s megváltozott világ, mit újra látok. Az ismeretlen madarak egy híd vagy partszegély fölött, az óriás rovarszerű hatalmas járművek az utakon, és ha megint beesteledik, nem láthatom többé, amit szeretnék. Nem csodálhatom meg a köznapi vagy a különleges látványokat, rozsdás géproncsokat világító virágokat, egy sűn apró lábnyomait, miket az ösvény ázott földjén otthagyott. Szerencse, hogy túl nehezen nyílik meg az az ajtó. Szerencse, hogy nehéz lesz rám találni. Szerencse, hogy még meg sem született, aki majd rám talál. És visszaszólít egy olyan világba, ahol már nem kívánok élni. Kálnoki László versét hallottuk, és a zenéje végén elhúnyt Tandori Dezsőnek is az egyik kedvenc költője volt Kálnoki László. Tanulmányában beemelt Kálnoki sorokat, ugyanúgy szerette és fontosnak tartotta a költészetét, mint Jékely Zoltánét. Egyébként Dezsővel, Isten nyugosztalja, nemrég ment el, komoly levelezésben álltunk, mint nagyon sokan mások is, és egy fantasztikus rajzos, mert imádott rajzos leveleket küldeni. Természetesen őrzöm nagy szeretettel és tisztelettel, meg vannak a levelei, legalább 50 darab.
nem tudjuk most mindegyik kötetetből a kedves verseidet, a legkedvesebbeket felolvasni, néhányat felmutatok. Elrejtett hangszerek. A mulasztás ideje. Fordítsd meg egy kicsit, fordítsd meg. Úgy mutasd. Milyen fiatal voltam még. No igen. Ne csak egy ilyen őszfém fiúra emlékezzenek. Valaki szólított. Hát, igen. Valaki szólított, igen, itt megfordítom, biztos kérnéd. Hát ott épp kopasz voltam, de minden. Valaki szólított hát, című kötetet. Ez válogatott verseny. Ez igen, nagyon fontos kötet. Domokos Mátyás szerkesztő. A Napkiadó adta ki, igen. Az Elűzött Álom című verses kötetet mutatom fel, és ha már a Kálnoki verset úgy vezetted be, hogy egy szomorú vers, akkor el kell mondanom, hogy egy vidéki városban, de azt nem tudom, hogy hol lett volna bemutatója a kötetednek, az Elűzött Álomnak, Domokos Mátyás szerkesztette, és Domokos Mátyás készült a bemutatóra, és kilépett a fürdőszobába, és akkor halt meg. Ezt a volt feleségétől, Ács Margit kiváló irodalomtörténésztől és írótól tudom, hogy így történt. De ezzel nem akarom elszomorítani a kedves közönséget, meg téged sem, hogy egy ilyen emléket felidézek az Elűzött Álomból, amely esélynek címadója is, mármint ez a kötet cím, hogy megtennéd, hogy az egyik legkedvesebb versedet felolvasol. Gyakran tart Tokács Sándor előadó esteket a kedves verseiből és a saját verseiből, és az esteknek akár a Magyar Kultúra Napjára hívják meg, akár Rácz Almáson tartott nagy estet, ahogy láttam, de sorolhatnám a helyeket, a Hódmezővásárhelytől Debrecen és Győr, tehát Magyarországot beutazva. Ez az estjeinek a címe többnyire, mint ennek a kötetnek a címe is. Kis magyar történelem. Egyszer csak észrevette, hogy tulajdon testvérei között él. A szokásaik nagyjából megegyeztek, tartásukat talán még őseiktől örökölték. Szánalommal figyelték a teli hazudott világot, és bár nem sok sikerrel, de megkíséreltek legalább közelíteni az igazság felé. A számtalan kudarc aztán kikezdte lelkiismeretüket. Hát, ha valamit nem jól csináltak. Észrevették, hogy elbizonytalanodnak, s hogy egyre inkább azzal kezdik vádolni őket, ami ellen oly kitartóan próbáltak hadakozni. Így lettek végképp magányosak. Aki közeledni akart hozzájuk, attól is megvonták bizalmukat. Semmitől sem féltek jobban, mint az újabb csalódásoktól. Emiatt később egymástól is elédegültek. Tekintetük mogorba lett, életük gyötrő várakozás. Szenvedélyeik romjain, lerombolt fészkük maradék melegében. Amikor belépél a Szentrál Kávéházba, az egy irodalmi kávéház, hiszen itt Nyugatnak is volt törzsasztala, a Hét folyóiratnak is volt Kis József vezetésével, főszerkesztésével asztala. Az újholdasok is találkoztak itt, Nemes Nagy Ágnesék, de volt női kör is, Kafka Margit nevét viselte. Egyébként nagyon jót mulattam a Nyugat évben, a századik évforduló alkalmából televíziót csinált egy 25 perces filmet, majd keressék vissza a YouTube-on, ahol tulajdonképpen
Szabolcska Mihály verseit és írásaikat, akik neve nincs már költők, írásait idéztétek meg, egy parafrázisát a nyugat költőinek, ugye tudjuk, hogy ki Adi, és tudjuk, hogy ki Kosztolány, ebben a 25 perces játékos irodalmi műsorban Deván Andor személyesítetted meg. Tehát visszatérve a Centrál Kávéházra, azért jó, hogy a Belváros Lipótváros önkormányzat támogatásával ezt a sorozatot csinálhatom, mert valóban irodalmi közegben vagyunk, és amikor jöttél föl a lépcsőn, talán nem vetted észre, hogy Ady Endre idézete található itt az oldalfalon, és a kedves közönség figyelmét is felhívom erre. Az első világháborúban elesett barátja emlékére írt néhány sort, amelyet itt a Centrál Kávéház őriz. Hol szeretsz te verset írni? Ugye az említettek beültek a kávéházba, Ady híres volt arról, hogy úgy nézett, mint ott írta volna meg a verseit, de tudjuk az irodalomtörténetből, hogy ott leírta már a letisztázott verset, tehát keveset javított a szövegben, mert már készen volt. De hol szeretsz verset írni? Otthon szoktam. És éjszaka írsz? Milyen napszakban? A kávéház, de azt hiszem akkor sem emlék le. Nem. És milyen napszakban írsz verset? Teljesen kiszámíthatatlan. Teljesen. Hál' Istennek az írásnál szabad az ember. A színész az egy rabszolga, az egy rab. Pontosan időre kell bemenni a próbákra, időre kell bemenni az előadásra. A szünetnek persze pontosan akkor van vége. Le kell vetkőzni, föl kell öltözni, újra levetkőzni, újra felöltözni, hazamenni, megint levetkőzni, átmenni. Borzasztó. Borzasztó. Van amelyik barátom, vagy nem is barátom, aztán Csortos mondta, hogy nem akarom nevén nevezni őket, de a ledérnők kevesebbet öltöznek, vetköznek, mint egy színész. Van benne valami. Na mindezt, én otthon szoktam verset írni. Most és akkor csönd van, senki nem zavarnak. Igen, van nekem a helységem, szobám, és könyveim ott vannak, stb. Tehát ott szoktam verset írni. De van, hogy amikor ki megyek a nappalra, a nagy szalomba, és a nagy asztalnál írok. Amikor egyedül vagyok otthon, akkor kimegyek oda. És a megszületett, amit úgy gondolsz, hogy már kész vers, felolvasott telefonban, tudjuk, hogy Zelk Zoltán felhívta a barátait, és beolvasta a versét, akár a legnagyobb versét, a Sirályt is beolvasta valamelyik költő barátjának, hogy érzékelje, hogy ő milyen nagyszerűt és nagyot alkotott. Tehát felolvasod valakinek a verseidet? Hát... Megosztod valakivel, úgymond munka folyamatban is? Az az igazság, hogy elég hosszú ideig munkálkodom egy-egy ópuszon, és a színházban régen volt egy irodalmi öltöző, igen. De hát már szinte mindenki meghalt, akinek olvastam föl. A Bács Feri meghalt, a Miklósi Gyuri meghalt, a Szatmári Pista meghalt, ők jöttek mindig, és nagyon kíváncsian érdeklődtek, hogy születette valami új dolog. Te Darvas Ivánnak, aki meghívott a Ivánnal kérdében. Nagyon jóban voltam, és nagyon sok mindent átbeszéltünk, megbeszéltünk, de speciál versekről nem. Ő nagyon ritkán mondott egyébként ő verset, szóval nem a előadó művészet nem volt a... Nem, mindenki ismeri a Várreám című dalt, hát eléneklő Simonov Várreám című versének megzenésített változatát. De egyedül szeretsz most már az öltözőben lenni. Hát nagyon hosszú, nem most már, nagyon hosszú ideje. Hosszú ideje, úgy gondoltam ezt. Öltözőben. Igen, és például az öltöződ alkalmas arra, hogy verset ír? Igen, csak ott ugye mással vagyok elfoglalva, az a baj, hogy mindig át kell venni a jelenetnek a szövegét, pláne ahogy fiatalodom, ugye fiatalodik az ember. Igen. Egyre többször kell átnyálazni és átlapozni, tehát akkor ott azért arra koncentrálok, pláne egy nagyobb szerepnél nem lehet mással foglalkozni, csak azzal. Még vannak itt kötetek a kezemben, ez különösen kedves számomra, a Hajad tengerén című kötet, mert én is jól ismerem Jung Zsenit, akinek a fotói gyönyörű,
poétikus fotói és a te versei vannak ebben a kötetben. Egészen misztikus már a borítója is. Azt hiszem, hogy ha lehetőség van rá, a beszélgetés végén talán közelebbről is meg lehet nézni a köteteket, ezt is, a Hajad tengerént is. A Kezdetek utcája a kezemben napkiadó kötet, ez volt a hetedik köteted, amely megjelent. És most így a beszélgetésünk végén arra szeretnélek kérni, hogy a Földi Szokásaid című, még kéziratban itt lévő, kis asztalon lévő könyvhétre megjelenő kötetedből, mostani könyvhétre megjelenő kötetedből olvasd fel egy-két verset. Itt egy kicsit meg fogom lepni a vers szerető vagy a kritikus, nem tudom. Tehát akik foglalkoznak versekkel, mert Lukács Sándort szeretem, életemben szonettet még nem írtam, és ebben a legújabb kötetben 7 szonett is elő fog fordulni. Úgyhogy most arra gondoltam, hogy így a műsor vége felé kettőt vagy hárman most megosztok önökkel a szonetteim. Köszönjük szépen! Elsőnek az a címe, hogy kivégzés. Mi legyen egy szonet cím? A múltat. Mindig a múltat idézzük. Volt annak már vagy 1000 éve, kivégzést szerettünk volna látni, s mentünk bűnös szavak veszkőhelyére. A tülekedésben, mikor végre lefagytak már a morajok, fülembe súgva azt kérdezted, most hóhér vagy áldozat vagyok? Én csak hallgattam moccanatlan, mint az esőt hallgató madarak, de kérdéseddel örökre szívembe maradtalak. Ha hóhér lennél, már végem lenne. És ha áldozat, akkor is. Folyna vérem mindenhonnan, talán még a csapó is. Ennek szelidebb címe van, Őszi séta. Száll esőtől hűlt levegőben a korhadó levelek illata, pára füstöl a bokrok tövén, nehezen találsz most haza. Az ég széles csíkjain repülnek verdeső szárnyak, szinte porzik a felhő fölöttük, ahogy sebesen csattogva szállnak. Ha felnézel, lassúnak tűnik földi lépted, mintha az idő megállna benned, mintha sehova többé nem kéne menned. Közben a tó is fodrozódik, habját a szél csokorba gyűjti, s készülő hullámait hamarosan a partra küldi. És akkor végezetül a harmadik, amelynek az a címe, hogy megtisztulva. Nyugtat az érintés biztonsága. Hiába a kényszerű jelen, óhajod büntető sodrófájára, szinte öntudatlanul feltekereden. Pedig vékonyabbak köztünk a falak, szemem már elhasznált minden tárgyat, és nyakig felöltözötten is mindig csak egy szál semmivel látlak. Ha felelőtlen álmodozóként kioltódik mindkettőnk világa, kezdődhet ismét élvezeteink újrafelosztása. És elévül bennem minden büntet, már itt az ideje, volna rá ok, hogy megtisztulva Isten mögé majd odaállok.
Köszönöm szépen. Nem tudom, kedves Lukács Sándor, elmondtál-e mindent, amit szerettél volna? Említetted nekem, hogy Pilinszkiről úgy szólnál. Pilinszkiről egy reliefet láthatunk kint az épületen, a Károly utca oldal felől, amelyet a Belváros-Lipótváros önkormányzata Olmuth István támogatásával helyezett itt el, és nagyon, nagyon szép és poétikus ez a Pilinszki relief, majd ha világosban erre sétálnak, akkor feltétlenül nézzék meg, hogy Pilinszkiről akarsz-e szólni, ha már ezt a történetet elmeséltem, vagy nem? Nem. Írásodat. Igen, írásodat. Még említettél nekem egy írást, amit elolvasnál, de nem. Akkor még egy szonettet légy szíves ebből a születendő. Hogy ne az enyém legyen az utolsó szó, szeretném, hogyha még egyet felolvasnál, egy versedet. Mert ahhoz végignézek a nagyon kedves, és tiszteletre méltó hölgyeken és urakon, már innának egy kis limonádét, és ennél egy kis fogácsát. Meg ez túl vad lenne az az előbb említett dolog, amit szeretném. Mikor jelenik meg az a bizonyos vadírás, ha már így felcsigáztad a kedélyeinket? Hát ez kötetben nem jönhet még meg, mert... De talán majd megfog. Vagy olvassam föl. Hát most ilyen hangulatot csinálni. De 18 éven felül. Nem baj? Hát akkor most már azt hiszem, hogy akkor nincs más választásod. Meg ugye az az igazság, hogy idáig mindig inkább egy komorabb, egy filozofikusabb témájú versek hangzottak el. Hát akkor zárjuk le egy kicsit más jellegűvel. Jó? Benne vannak? Jaj. Egyébként ehhez tartozik egy kis történet is, most felolvasandó kis. Tulajdonképpen ez nem is vers, vagy prózavers, vagy nem is tudom, hogy milyen műfajban skatujázzam be. Ez kézírással? Igen, ez kézírással. Mutasd meg egyszer, hogy ezt felolvasod. Nem. Nagyon szép kézírással van. Csúnyán jó. Kátsától. És... Na mindegy, ez még a háború, a rendszerváltás előtt történt, azt mondtam háború előtt. Rendszerváltás előtt történt, és hát majdnem botrány lett belőle. Egy ilyen félhivatalos, félig magán, félig hivatalos társaságban addig nyüsztöltek, hogy olvassam fel ezt a művemet, ami már akkor baráti körben eléggé elterjedt volt. Én mondtam, hogy nem, de mégis, olvasd el. De a lényeg az, hogy mint kiderült, én ezt akkor nem tudtam, de ebben a félhivatalos társaságban két nagyon magasrangú főnök is ült. Azt is elmondom, hogy honvédségi főnökük. Na most ezt utólag tudtam meg, ezek után hallgassák meg. A szervek lázadása. Amikor a testet teremtették, valamennyi testrész főnök akart lenni. Az agy azt mondta, miután én gondolkodom mindenki helyett, én leszek a főnök. Erre a láb azt mondta, miután én viszem az embert oda, ahova menni akar, én akarok főnök lenni. És így folytatta a szem, a kéz, a szív, a tüdő, és minden szerv főnök akart lenni. A segg azt mondta, a főnök én vagyok. Erre minden testrész elkezdett röhögni, és egyszerűen abszurdnak találta, hogy a segg legyen a főnöke. Ekkor a segg nagyon megsértődött. Összehúzta magát,
és megtagadta elvégezni a dolgát. Ennek következtében az agy belázasodott, a szem kigúvat, a láb remegett, a kéz erőtlenül lógott, és bizony még a szívnek és a tüdőnek is nagy-nagy nehézségbe került elvégezni a munkáját. Végül minden testrész könyörögve kérte az agyat, hát az Isten szerelmére, engedje már meg, hogy a segg legyen a fő. Így is lett. A többiek most elvégzik a munkát, amíg a segg csak ül és sok szart csinál. Tanulság. Ahhoz, hogy főnök legyen valaki, nem kell géniusznak lenni. Lehet az egy közönséges segg. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és szeretnélek megkérni, hogy ebbe a naplóba írjál be néhány sort, úgy, ahogy ez annak idején a vers az, amit mondani kell műsor után, megtetted 2007-ben, most 2020-ban is. Köszönöm szépen, kedves mindnyájuknak, hogy eljöttek erre a mai este, erre a beszélgetésre, hogy meghallgattak bennünket, és ne szaladjanak el, ha még van egy kis idejük, akkor pogácsa, üdítő várja a kedves társaságot, és ahogy ígértem, Sándor nem tiltakozott, itt vannak a verses kötetek, akinek-kinek kedve van belelapozni, akkor megteheti örömmel. Azt hiszem, hogy közkézre bocsátja Lukács Sándor. Köszönjük szépen, hogy eljöttél. Találkozunk legközelebb is, március 26-án. Viszontlátásra!